Köszöntöm a kedves nézőinket, Önök a Félidő című magazinműsorunkat látják. A mai adásunkban a Vízen járók gyermek és ifjúsági túra egyesület vezetője, Malárik Attila a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy itt vagy velünk. Kérlek, mutasd be az egyesületet, hogyan és mikor alakultatok. Az egyesületünk története függően attól, hogy melyik pontot vesszük a létrejöttének, ugye 12-15 éves múltra tekinthet vissza. 12 akkor, hogyha a technikai jogi megalapulását vesszük alapul, 2009-ben alapítottuk meg az egyesületet, de előtte már 3 évvel, és innen jön a 15 év, előtte már 3 évvel jártunk gyerekekkel vizitúrázni, csoportos vizitúrákat már akkor is szerveztünk, és hát aztán úgy alakult meg az egyesület, hogy látszott, hogy erre nagyobb az igény, mint hogy egyszer összeszedjem a baráti körből a gyerekeket. Egy nyáron is elmenjünk egy jó ízűt, ilyen baráti, családi körben evezni, mert jöttek az ismerősök, hogy hú, de jó híre volt annak az első túrának, amit szerveztél itt a péceli nagycsaládos gyerekeknek, hogy nem tudnál a mi gimnáziumunkban is csinálni. És aztán így elkezdett növekedni az igény, és akkor döntöttünk úgy, hogy na jó, hát ezt már nem lehet, ugye ezt csak szervezett keretek között folytatni. És így megalapítottuk az egyesületet. Úgyhogy ez így dióhéjban ez a kezdeti, vagy a hőskorszak. Hát az első túránkat konkrétan nagycsaládos gyerekek körében hirdettük meg, és nagyon jól is sikerült. Tehát ott kétségtelen kaptunk olyan gyereket, azt mondták a tanárai, hogy hú, de hogy mered ezt a gyereket elvinni, víz, úristen, az iskolában is így viselkedik, meg úgy viselkedik, és néztem a gyereket, ott ácsorgott, hát hogy keze lába megvolt, hát evezni alkalmas. És hát volt egy kis aszociális viselkedés, viszonylag gyorsan kezelni tudtuk, tehát ugye a harmadik, negyedik nap a gyerek már pontosan tudta, hogy mit lehet, mit nem lehet, és mi vagy annyira akarta csinálni, meg is maradt ebben a dologban azon a héten, és utána is jött még velünk. Úgyhogy ezek a kezdeti sikerélmények, hogy ilyen nehezebben kezelhető gyerek, tehát iskolában, akire ráfogják már, hogy hát ő hiperaktív, azt elég sok olyan esetet láttam én, és nyilván hát a pedagógusok most meg fognak köpködni, hogyha ilyen szakmaiatlan dolgokat mondok, és beleavatkozok másoknak a munkájába. De aki az iskolában nyughatatlan, az lehet, hogy csak az a fajta tevékenység nem köti le. Tehát nyilván nem az összes gyerek ilyen, de ilyenek is vannak közöttük, és akik ilyenek, azok viszont hozzánk nagyon jól be tudnak illeszkedni. Mert a vízparton ez a gyerek például, hogyha konkrét példán keresztül beszélünk a hőskorszakról, minden tücsköd bogarat megtalált. Tehát ha valami olyan biológiai érdeklődése volt, amit ki tudtunk elégíteni, szereztünk neki egy tésztaszűrőt, és onnan kezdve turkált az iszapot, és ott mindig tele van mindenféle lárvákkal, apró ászkarákokkal, ezzel, azzal, amazzal, csigákkal. És akkor mindig jött, hogy most ilyet is találtam, olyat is találtam, Attila bácsi, elképesztő jól elszórakozott a gyerek. És mondtuk, hogy jó, most evezni is kell. Oké, de a szűrőt vigyük. Vittük a szűrőt. Másik srác az állandóan úszkálni akart. Kapott egy mentőmelint, jó alaposan bekötöttük, és ahányszor megállt a csapat egy picit. Hol ezért, meg kell állni pisilni. Mit a gyerek az, Attila bácsi, mehetek? Mehetsz, persze, ugorj ebbe vízbe. Az egész nap nem vett el a mentőmelint, hogy bármilyen szituációban úszhasson a hajó mellett. Tehát az, hogy a gyerekeknek ez a felszabadult közeg, ahol nincsenek agyonnyomorítva szabályokkal, mert vannak szabályok, de azok csak a karámnak az a kerítése, ami a biztonsági határokat jelöli ki, és azon belül, hogyha nem kártékony a tevékenység, azt mindig megbeszélem velük, hogy akkor azt nyugodtan csinálhatják, hadd hülyéskedjenek. Na most ezt ma olyan kevés helyen lehet megcsinálniuk, hogy emiatt nagyon szeretnek itt lenni egy ilyen nevezős társaságban. Megtudtuk, hogy ugye az egyik cél az, hogy közelebb hozzátok a vizet a gyermekek és a fiatalokhoz. Milyen sportot lehet veletek kipróbálni, illetve gyakorolni? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert mi látszólag ugye egy evezős egyesület vagyunk, a valóság meg az, hogy mi inkább természetjáró egyesület vagyunk. Mi a szabadidőt igyekszünk hasznosan eltölteni a gyerekekkel, illetve erre teszünk nekik ajánlatot, hogy gyertek velünk, mert ez tök jó dolog.
És miközben mi megszokjuk a természetben való mozgást, ugye ami egyre több gyereknek idegen, ugye mert nem vízparton tud fölnőni, közben persze mozognunk is kell, mert ahhoz, hogy azokat az élményeket meg tudjuk mutatni, amik egyébként a természetben előfordulnak, azokat úgy lehet megélni, hogyha ehhez mi evezünk is. Tehát nem az elsődleges célunk az evezés, hanem az, amiről az előbb beszéltem, hogy a gyerekek ilyen módon olyan tapasztalásokat tudjanak szerezni, amit utána egész életükben tudnak, mint ilyen alapanyagot használni. Hogy megértik azt, hogy milyen kevés dolog kell ahhoz, hogy jól érezzék magukat. Hogy nem a pénzen múlik, hanem azon múl, az együttműködést meg tudják tapasztalni, hogy az milyen hasznos. És nem is az evezésre gondolok megint elsősorban, hanem arra, hogyha vándortábor szervezünk, és valakinek kicsit bonyolultabb a sátra, ami előfordul, hogy nem egyformák. És az egyik már végzett, és akkor meg segíteni a másiknak, és az milyen jól esik neki. Vagy amikor közösen pucoljuk a krumplit a bográcsos vacsorához. Tehát, hogy olyan élményeket kapnak a gyerekek, amiből egyrészt megértik azt, hogy a boldogság meg a jólét az nagyon apró dolgokon múlik, és fölösleges nagyon nagy bálványokat imádni és azokat hajkurászni. A másik meg az, hogy ezzel a tevékenységgel szépen folyamatosan az életük részévé be lehet csenni az állandó mozgásigényt meg a természetigényt. És akkor ezek a gyerekek egyébként most ezen a hétvégén például már jelezték nekem szerdán, hogy jönni szeretnénk majd vasárnap evezni, aztán most megegyeztünk benne, hogy vasárnap esősebb lesz, gyertek szombaton, ugye mert azért ez egy időjárásnak erősen kitett tevékenység, és mondták, hogy jó, köszi, hogy szóltam, mert ők is figyelték. Tehát ugye ezek a srácok, akik mellettem ebbe a tevékenységbe beleszoknak az egyesületünk keretein belül, természetessé válik, hogy megnézik a meteorológiai előjelzést, nem ér őket váratlanul a Tiszatavon az, hogy fújni fog a szél és hullámzik a víz. Tehát ilyen természeti csodák ugye nem fognak ki rajtuk, ugye, hogy szeles időben hullámos a víz. Tehát nekik ez tök természetes. És mellékhatás szintén a tevékenységből, hogy mire ezek a fiatalok, hogyha mit eljárnak egy 5-8 évet velünk, mondjuk egy gimnáziumot végigevezgetnek ugye a nyári táborokban, mire egyetemista lesz, nyugodtan el lehet engedni a vízre, mert tudjuk, hogy biztonságosan mozog rajta. Tehát végtelen nagy érték. Ugye, hogy tudom azt, hogy nyugodtan mehet, nem lesz baja. Tudja azt, hogy olyan helyen, ahol tuskós a víznek az alja, oda nem szabad ugrálni. Megnézik először, hogy bokáig ér a víz, ahol fejest ugranak. Ugye, nekik ez természetes lesz. A balatoni strandokon ez nem természetes annak, aki ott először megy oda. Tehát ez a fajta állandó együttlét, ahol mindig lehet tanulni valamit, nem telik el óra, hogy valami új dolgot ne tanulnának meg, észrevétlenül, mert megint találkoztak egy új dologgal, csak egyszerűen jön szembe a tudás. És ez a tudás aztán kikerekedik oda, hogy a végén, hogy a mi egyesületünk tagságából most már hát több mint egy tucatnyi fiatal, még vízitúravezető tanfolyamot is végzett, mert olyan szinten értik ezt a tevékenységet, hogy már rájuk rá lehet bízni másokat. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy érték. Én kicsit azt mondanám, hogy se nem tömegsport, amit mi csinálunk, se nem versenysport, az nagyon nem. Nem is csak természetjárás, hanem mondjuk azt, hogy egy ilyen kis műhely munka, ahol mindez jelen van, és arra tekintette, hogy ez nagyon személy és személyiségfüggő, ugye az a tudásanyag, ami itt átadásra kerül, nem is vagyok abban biztos, hogy ezt nagyon multiplikálni lehet, és ilyen nagyon nagy rendszereket lehet ebből építeni, de ezeket az alkalmas fiatalokat kell először kinevelni, akiket el lehet engedni, és még lehet, hogy lesz közöttük, aki egyesületet is alapít. Hát az persze egy nagy siker. Én most azon dolgozom, hogy utánam legyen az egyesületben is egy ilyen kis kemény mag, akik majd viszik utánam az egyesületet tovább. Hát hogyha ez sikerül, akkor mondjuk ez egy nagyon nagy cél teljesül. Pécelen alakultatok, de most Budakalászon tevékenykedtek. Ha jól tudom, körülbelül 3 éve. Hogyan kerültetek ide Budakalászra? Hát ez egy nagyon kedves történet. Van egy kitűnő hajóépítő szakember, Nagy János, aki Budakalászra hozta a műhelyecskéjét. Ő már réges-rég nyugdíjas, már most már 5 éve, de ez még jóval a nyugdíjma vonulás előtti időszakban. Kényszerből jött ide a budakalászi Dunapartra, vett egy pici kis telket, és csinált egy pici kis fa műhelyt, hogy ő csodálatos fahajókat tudjon restaurálni. Tehát ugye a környékeket nem nagyon zavarja az, hogy ott elpisz maga fával, úgyhogy tulajdonképpen nagyon jó helyet talált, és én hoztam neki hajót javítani. És akkor csodálkoztunk rá arra, hogy itt Budakalász, ugye gyakorlatilag Buda
északi kapujától egy lépésre, ugye, hogy átvívünk a Barátpatakon, mindjárt itt is vagyunk, hogy egy ilyen békés, ilyen szinte ilyen Jerzy Menceli, nyugalmú, ilyen kisváros jellegű, ilyen nagyon-nagyon érdekes ilyen település része a Dunapart Budakalásznak. Nagyon megfogott a hangulata. És akkor párommal elkezdtünk itt nézelődni, hogy van-e itt valami eladói ház, vagy telek, vagy valami, és addig-addig nézegettük, amíg találtunk. Ilyen néhány év, ilyen kíváncsiság után egyszer csak jött szembe egy jó lehetőség. Éltünk vele, építettünk egy házikot, és azt már úgy építettük meg, hogy az egyesületet magunkkal együtt ide tudjuk költöztetni Budakalászra. Mi nem vagyunk abban a helyzetben, hogy minket bármilyen nagy szervezet, mint sajátját támogasson, tehát nem vagyunk önkormányzat alapítású egyesület. Egyszerűen magánszemélyeknek az ilyen kitalációja ez a mi tevékenységünk, úgyhogy mi nyögvenyelősen tartjuk fönt az egyesületet anyagi értelemben. Ettől függetlenül minden évben tudjuk gyarapítani az egyesületi vagyont, mert azt nem éljük föl, hanem veszünk megint új mentőmellényeket, új evezőket. Most már mire ide költöztünk Budakalászra, meg kellett vegyünk egy tárolókonténert, és úgy alakítottuk ki az egész telket, hogy a háznak az udvara az a fiatalok számára egy bográcsozásra is alkalmas, és hogyha itt akarnak aludni bográcsozás után, akkor a padláson csináltuk nekik egy ilyen kis tömegszállást, úgyhogy függőágyak föl vannak szerelve a gerendák közé, matracok vannak, tehát ilyen matracszállás jellegű, ilyen alvó helyet tudtunk nekik csinálni, hát egy tucat gyerek befér. Tehát gyakorlatilag mi így kerültünk Budakalászra, itt így igyekszünk gyökeret ereszteni, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon jó ötlet volt. Azt a plusz tudjuk a gyerekeknek most adni, hogy ide költöztünk 130 méterre a Duna szélétől, hogyha bármikor evezni akarnak, akkor azt tudjuk mondani, hogy nem kell a hajókat sehova szállítani, bumlizzatok le ide, mert azért elég messze van a hév megálló, de azért aki veszi a fáradtságot, vagy éppen otthon talán kiszaladok érte autóval, és lejut hozzánk, akkor itt egyszerűen fogja a hajót vízre és elmegy evezni. És most ez a kis szombati vagy vasárnapi csapatunk, ez éppen mondjuk Szentendrei szigetet kerülni indul. Ami azért egy 64 kilométeres táv. Már sportteljesítménynek is elfér. Tehát azért mondom, hogy nálunk ez a tevékenység, ez a műhely munka jellegű tevékenység, azért tartalmazza a sportot is, de hozzánk úgy lejönni sportolni, hogy na kedden és csütörtökön van edzés, szóval úgy nem lehet. Tehát velünk össze kell barátkozni, ez egy nagyon széles baráti kör a mi egyesületünk. Mindenkinek követjük az életútját, hogy az egyesületből hová került. Van persze kis számítás benne, mikor tudjuk visszahúzni, gyere már vezni valamikor, hova tűntél? Ja, hát Cambridge-ben tanultam most 5 évet. Úgyhogy ezeket a Cambridge-be elfajzott egyesületi tagjainkat is azért nagyon szívesen látjuk újra idehaza. És hát nagyon, nagyon sok ilyen tehetséges fiatal, aki éppen nem attól tehetséges, hogy nálunk volt, csak velünk is volt, mert nagyon büszkék vagyunk. Volt olyan évünk, csak hogy egy kicsit menjünk a valóság show irányba, volt olyan évünk, hogy 3 fiatal pár házasodott egyesületi tagi körből. Tehát az például egy kifejezetten szép dolog. Tehát különösen tett el, hogy nagy családos berkekből indult ugye az egyesület, úgyhogy ez egy nagyon komoly eredmény volt. Úgyhogy hát nagyon örülünk is nekik, hát az két pár még mindig együtt is van, ugye, ami külön élmény. Hogyan telt a nyár az egyesület számára, ugye tábori szezon, ilyenkor ugye a nyár? Igen, hát nekem minden következő év, az nekem mindig egy nagyon nagy ilyen stressz, ugye, mire megtervezzük. Ugye, azt könnyű kitalálni, hogy hova menjünk evezni. Mindig az az izgalmas kérdés, arra tekintettel, hogy a táborainknak a nagy része az gyerektábor, vagy olyan ifjúsági tábor, ugye, ahol 18 évnél fiatalabb gyerekekkel, vagy fiatalokkal megyünk elevezni, minden nagyon élő munkaigényes. És nekünk emiatt a tervezés mindig egy nagy frász, mert mire valaki annyira beletanul ebbe a tevékenységbe, hogy már vízitúravezető tanfolyam is volt, elragadja tőlünk az élet. Hát elmegy dolgozni. Elvégezte az egyetemet, és akkor megmondja a főnök, hogy mikor lehet szabadságon. Ugye hát ez a szabadság fok, ugye ez utoljára egyetemista korában létezik az embernek, hogy nyáron azt csinálok, amit én tervezek.
És amiatt gyötör a frász minden következő évre, hogy a következő évben ki fog segíteni. És aztán most így telt el az elmúlt 8-10 évünk, hogy állandóan frászba voltam, és most kezdek el, már az elmúlt 2-3 éven, talán Budakalász ide költözése szinte párhuzamosan, kezdek belenyugodni abba, hogy a jóisten úgyis mindig annyi segítséget ad, amennyire szükségünk van. És idén is volt 3-4 olyan fiatal, aki az egész nyarát ide tudta szánni. Tavaly is volt 3-4 fiatal, akiből csak 2 ugyanaz, mint idén. Tehát ilyen szépen évről évre változóan, de mindig van, aki annyira lelkesedik, és éppen rá is ér, hogy itt van velünk és segít. Úgyhogy ebből a szempontból már tulajdonképpen nyugodt évnek néztünk elébe, mert legalábbis én nyugodt voltam, és aztán jött a tavasz, és hát az történt, hogy a szezon nyitó túránkat nem tudtuk megtartani, mert szakadt az eső. Egy mínusz. Akkor jött a következő esemény, nem tudtuk megtartani, mert olyan hideg volt és fújt a szél. Hát ugye mi nem szenvedni járunk ki a vízre, ugye nekünk nem kell az olimpiai aranyéremért megszenvednünk, úgyhogy lehúztuk a listáról, és akkor így telt el a tavasz, hogy 3 ilyen, vagy 4 ilyen eseményünk, ilyen tavaszi eseményünk elmaradt. Szóval alig csináltunk valamit. Ültünk és vártuk a szép időt. És az egyszer csak megjött a szép idő, ami után mindenki panaszkodott miatta, hogy ó, ez a hőség, meg ó, ez az aszály, hú, hát alig van víz a folyókban, borzasztó, mutogatták ugye a televízióban, hogy melyik folyó hogy van, melyiknél jobban van kiszáradva. Mi meg élveztük a Dunát, mert tele volt kavicszátonyokkal, homokpadokkal, a Duna közepén zátonyszigetekkel, tehát nekünk akkora jó melegvizes fürdőmedencénk lett ebben az időjárásban, 36 fok, 26 fokos Dunavíz, akárhol néztünk fürdőhely. Tehát nekünk nem kellett jobb. Tehát én egy hazug az ember lennék, hogyha panaszkodnék. Tehát a nyarunk az nagyon szépen telt el. Egyetlen egy érdekes dolog volt talán az elmúlt 2 év összehasonlításában, hogy lecsökkent a belföldi turizmusban, mert picit mi is a részévé válunk ezzel a tevékenységgel, és azért nyitott füllel, szemmel járok, és azért nagyon sokan panaszkodtak, hogy a belföldi turizmusnak visszaesett az igénybevevői létszáma, mert ugye a pandémia elmúlt, és megint lehet szabadon Nyugat-Európában meg ide-oda Kanári-szigetekre, meg ide-oda utazgatni, és az emberek most nem belföldön keresték a szabadidő eltöltése a lehetőségeket, hanem elmentek külföldre. És ami az elmúlt 2 évben ilyen résztvevői bőség volt a teljes országban, hogy nem kellett keresgélni az embereket, meghirdettünk egy túrát, gondoltuk, hogy ahogy szoktunk, hogy a 20-30-an leszünk, 60-an voltunk. Tehát elképesztő volt a tavalyi év. Nem volt se élünk, se nappalunk, mert nem szeretem a barátainknak azt mondani, hogy ne gyertek, mert nem fértek el. Megszerveztük, hogy akkor inkább több hajót vittünk, inkább akkor busz mellé még 3 személyautóval mentünk. De valahogy megoldottuk azt, hogy a barátainknak ne kelljen nemet mondani. Idén olyan szépen el voltunk, de ez az őrült nagy létszámnyomás, ez már nem volt, ami egyébként azt kell mondjam, hogy baj is, meg nem is, mert persze jó, hogyha többen jönnek elevezni, de meg az is jó, amikor kicsit kisebb a létszám, és többet tudunk egymással foglalkozni. Ugye, mert olyan családiasabb a légkör, akkor egy 25 fős vizitúrán, amikor mindenki mindenkivel tud beszélgetni a hét folyamán, mindenki mindenkivel tud hülyéskedni, ezt csinálni, azt csinálni, jobban emlékszünk egymásra, mert több időt tudunk egymásra szánni abban a szűkebb körben. Tehát előnyös is, meg nem is. Tehát, de ezt megint csak ilyen, hogy is mondjam, ilyen állapotként tekintjük, amit nekünk nem befolyásolni a dolgunk, hanem jól megélni. És hol lehet olvasni a túrákról? Hogyan lehet csatlakozni hozzátok? Hát az Egyesület alapítása óta ugye működtetjük a vizenjárok.hu weboldalt, tehát leginkább ott lehet minket megtalálni a túráinkról, egy kis információt szerezni, de én azért mindenkinek azt szoktam javasolni, hogy ne hagyatkozzon csak arra, mert például amikor most jönnek ezek a fiatalok a hétvégén evezni, ezt mi nem írjuk fel a honlapra. De hogyha valaki el akarna jönni, és azt mondja, beférek még 6. vagy 7. a 7 személyes kenuba, mert csak 5-6-an jöttök, nem tudhatja előre, ide kell telefonálni, meg kell kérdezni, hogy van-e a hétvégén valami, és akkor azt tudom mondani, hogy figyelj, elég sportos vagy ahhoz, hogy levezi 64 kilométert egy szuszra, mert a srácok most ezt fogják csinálni, lehet hozzájuk csatlakozni. Akkor úgy lehet. Tehát én azt javaslom mindenkinek, aki be akar egy kicsit csatlakozni ebbe a szerintem jó közösségbe, hogy vegye a fáradtságot, írjon ránk, vegye fel a telefont, hívjon föl minket, a honlapon minden elérhetőségünk ott van. Aztán próbáljuk meg összeszervezni, hogy ő hogy fér bele ezekbe a tevékenységekbe. Mondom, nincs edzés.
tehát az nálunk nem létezik, nincs állandó alkalmazottunk, tehát mindenki főállásban dolgozik valahol, ez minden, nálunk ez egy ilyen teljesen hobbista egyesület, hogy mindenki a nyári szabadságából, a hétvégi szabadidejéből szán erre időt, és hát pénzt, meg ugye mondjuk az 1%-ot legalább. Tehát idén nagyon szépen kaptunk idén is 1%-ot. Mi elértük a tartósan a 300.000 forintos nagyságrendet. Ez azt jelenti egyébként, hogy minket szeretnek az ismerőseink. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és hogy bemutattad az egyesületet, és önöknek is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!